kinyújtani a karunkat azért, hogy hidat képezzünk, hogy egymással baráti, testvéri kapcsolatokat ápoljunk. Az Úristen is ezért gyűjt össze közösséggé bennünket, mert érezzük azt, hogy egyedül, külön-külön gyengék vagyunk. Együtt azonban, összefogva, egymásra építve, egymásban megbízva, szeretettel tekintve egymásra és jó akarattal erősebbek vagyunk, jobban érezzük magunkat a világban, és nem tör ránk az a félelem, amely oly sok embernek az életét eluralja, akik félnek a mától, félnek a tegnaptól, de leginkább a holnaptól félnek, mert nem tudják, hogy mi következik. Mi, akik hívő emberek vagyunk, az Istenre bízzuk önmagunkat, életünket, családunkat, barátainkat, és tudjuk, hogy aki Istenben bízik, az nem csalatkozik. Ez az Istenbe vetett bizalom és szeretet hozott ide bennünket, nem csak hitvégardújjakat, hanem a környékről is, és mindannyian a hitben egy közösséget formálunk. Ebben a közösségben kezdjük most a szentmisénket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek! És veletek.